és letörli a puszit az arcáról. Egy felkérés hívta életre a Grecsó testvérek közös estjét, és bár egy alkalomnak indult, sorozat lett belőle. Grecsó Krisztián író és testvére, Grecsó Zoltán koreográfus a Mellettünk című összművészeti estet másfél évvel ezelőtt álmodta meg. Egerben a Forrásban előadott program már közel 30. előadásuk volt. A gimnáziumi reggelek, az ifjúság, az önfelett hajnalok jönnek elő. Akkor még nem tudta, milyen kötődni valahová máshová, ahová nem csak a születés emlékével és tényével tartozik, hanem szellemileg, lelkileg és a saját egyénisége jogán is. Az est folyamán Grecsó Krisztián részleteket olvasott fel regényeiből, öccse pedig tánccal reagált az elhangzott szövegre. Ez egy dialógus, ez egy nagyon jó kis társasjáték. Én történetekkel indítok, akár felolvasva, akár mesélve, és erre érkezik válaszképpen a teljesen másfajta érzékeket megmozgató tánc, meg a zene. Ők egyszerre kooperálnak, és ami akkor megszületik a színpadon, az egyszeri és megismételhetetlen, hiszen arra a szövegre születik improvizációs válaszként. Grecsó Zoltán előadása nem előre megálmodott koreográfia. A produkció a színpadon születik meg szöveg és zene hatására. Az improvizációval az a veszélyes, hogy ha egyszer nagyon jól sikerül, akkor utána rögtön hasonlítjuk a következőt ahhoz az előzőhöz. Igazából minden művészettel ez a baj. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ne az első gondolataimmal menjek, hanem azokkal a gondolatokkal, amik akkor, amikor most hallom, megszületnek bennem. Ezért van, hogy felkészülök, és van, hogy nem tesz jót a dolognak. Az összművészeti élményt Döbrösi Laura éneke és Kertész Endre cselló játéka tette teljessé. A programot az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezte.